Modern játszópark a kertvárosban. A Tiszavasvári út déli részén, a volt Vai Ádám laktanya területén 2019-ben ért véget egy átfogó fejlesztés. Ez pedig már az északi terület, melynek rehabilitációja a napokban kezdődött. A munkagépek már dolgoznak, zajlik a tereprendezés. A beruházás célja, hogy ezen a 163 ezer négyzetméteres terepen egy minden korosztály igényeit kielégítő szabadidőparkot alakítsanak ki. Itt is a csapadékvíz problémát ez új záportározó építéssel oldjuk meg. Lesznek viszont szabadidős eltöltési programok, lesz egy fitnesspark, lesz egy gumiborítású pálya streetballnak, focinak, lesz egy ilyen mezitlábas gyalogló knejpösvény, lesznek szórakozási lehetőségek, mászófa, pingpongasztal, tehát próbáltuk a minden generáció számára futókör, gyaloglókör, egy ilyen jó szabadidős lehetőséget biztosítani, és 18 térfigyelő kamerát is kijelzünk, hogy őrizzük, védjük az értékeinket. A kertvárosi kutyások is örülhetnek, két kutyafuttatót alakítanak ki a területen. A sportpályák tervezésénél fontos szempont volt az egyszerű fenntarthatóság és a könnyen kezelhetőség, ezért ezek öntött gumiborítást kapnak. A fejlesztés sorozatra a terület és település fejlesztési operatív programból nyert, vissza nem térítendő forrást a Nyíregyházi Önkormányzat.